a nemrég megjelent sorozatnak köszönhetően, a Király című sorozatnak köszönhetően ismét a felszínre tört a Jimmy sztori. Én nem mondom azt, hogy ne nézzétek meg, mert aki akarja, az nyugodtan nézze csak meg, viszont azt tudnotok el, mielőtt megnézitek, hogy ez a sorozat, ez korán sem tükrözi a valóságot. Ezt azért mondtam el, mert sokakat sokkolt a sorozatban bemutatott Jimmy arca. És többen csak azt hozzák fel kritikának ez ellen a sorozat ellen, hogy nem hiszik el, hogy ilyen volt Jimmy valójában is, mint ebben a sorozatban. Én egyébként, és ugye már magával ezzel a sorozattal indítottam el ezt a videót, én bevallom, hogy ebből a sorozatból én csak két részt láttam. Adtam neki egy esélyt, de nekem valahogy nagyon nem jött át. Legalábbis az a két rész, amit láttam, de ennek ellenére ti nyugodtan nézzétek, csak meg nem akarok senkit sem lebeszélni róla. Az az én véleményem, és most bevallom, hogy egy kicsit magamból is indulok ki, hogy a fiatalabb generáció, akik ugye nem Jimmy dalain nőttek fel, nem az akkori hírekből táplálkoztak, nem követték a sztárok életét akkoriban, ők nem igazán tudják, hogy ki is az a Jimmy. Oké, ő énekli a Bukott diákot, a Nézre lám, ó Istenemet, de ezen kívül nem nagyon tudnak többet róla, azért, mert nem abban a korban nőttek fel. Teszem hozzá, hogy amúgy én sem tudtam róla nagyon sokáig ennél többet, mert amikor Jimmy meghalt, ugye ez 2001-ben történt, akkor én 3 éves voltam. Annyi hozzám is elért, hogy valamilyen kakas volt az oka, meg hogy egy rejtély övezi a halálát, nem tudni biztosan, hogy mi történt, de ennél többet én sem tudtam, azért, mert gyerek voltam, és akkor 10 évesen engem ez bevallom, nem is nagyon érdekelt. Szóval nem mondhatom azt, hogy én vagyok az ország Jimmy szakértője, és majd én ebben a videóban megmondom az igazat Jimmyről, mert ez valójában így is van, erről szó sincs. Én sem tudok többet, mint bárki más, nekem is megvan a véleményem az ő életéről, abból, amit láttam, és nekem is megvan a véleményem erről az egész Jimmy kultuszról. De csak hogy ne essünk túlzásba, abban szerintem egyetérthetünk, hogy igazából senki sem ismerte őt a családján kívül. Nem tudhatjuk, hogy otthon 4 fal között valójában hogy viselkedett. Ez a videó főként az én személyes véleményem alapján készül, és megfogadtam már magamnak, hogy nem fogok már magyarázkodni a gondolataim miatt, szóval ezt most nem is teszem meg. Elmondom, hogy én mit gondolok Jimmyről, meg erről az egész Jimmy jelenségről, Jimmy kultuszról. Majd megvizsgálom és bemutatom az ő utolsó napjának a furcsaságait. De előtte talán kezdjük ott, ahol ez az egész Jimmy sztori az elkezdődött. Most legszívesebben és a szokásomhoz híven Jimmy gyerekkorával kezdeném el ezt a videót, de nagy sajnálattal konstatáltam, hogy Jimmy életét nem lehet csak úgy vizsgálni és elemezni. Legalábbis ami a gyerekkorát illeti. Nagyon szerettem volna megérteni, hogy miért volt ő olyan, amilyen. Szerettem volna megérteni, hogy miközben több ezer ember előtt énekelt, eközben a nadrág szíja miért szorított egy pisztolyt a testéhez. Szerettem volna megérteni, hogy a csepeli szomszédok miért hallottak néha lövéseket az ámbóházból. És azt is szerettem volna megérteni, hogy miért volt olyan család a csepeli Szent László utcában, akik csak azért költöztek el az utcából, mert Jimmy párházzal odébb lakott. Egy olyan embernek, akinek ilyen tragikusan ér véget az élete, nem mondom azt, hogy mindig, de nagy általánosságban az ilyen tragikus befejezésekben nagy szerepet játszik a gyermekkor. Ezért gondoltam, hogy elolvasok egy könyvet Jimmy gyerekkoráról, azért, hogy hogy nevelkedett, azért, hogy egy kicsit jobban megismerjem a szüleit, de sajnos nem, hogy könyv, szinte semmi érdemlegeset nem lehet olvasni Zámbó Imre gyerekkoráról. Összesen 2 könyv van, amiből talán jobban meg lehet őt ismerni. Az egyik a Jimmy menyasszonya voltam, a másik pedig a Jimmy testőre voltam, de sajnos ezek egyike sem szól a gyerekkoráról. Mind a mai napig nagyon sokan keresik a Jimmy sztori titkát. Sokan értetlenkedve állnak Zámbó Imre karrierje előtt. Miért volt ez az ember ennyire sikeres? Miért nem fogadta be őt soha a zenei szakma, amikor olyan hangja volt, mint akkor az országban szinte senkinek? Mert azért azt valljuk be, hogy az ő számait mind a mai napig senki nem tudja elénekelni, mint azt ő tette. Az a hangszín, az a hangterjedelem, az a stílus, ez mind a mai napig rendkívüli egyedinek számít. Ha meghallgatunk tőle egy zenét, még akkor is tudni fogjuk, hogy az Jimmy énekli, hogyha azt soha nem hallottuk előtte. A zenei szakma Zámbó Imrét soha nem fogadta be igazán. Egyrészt a megnyilvánulásai miatt, azért ahogy nyilatkozott és vélekedett az őt körülvevő zenészekről, és mindig azt mondogatta, hogy soha senki nem fog úgy énekelni, mint ő. Figyelj, öcsém, tudod, hogy én milliószor jobban éneklek, mint te? Lekezelően beszélt a többi feltörekvő énekessel szemben, sőt, nem csak az énekesekkel beszélt lekezelően, hanem mondjuk még a saját kiadójának a főnökével is,
Soha nem köszönt, amikor bement az irodába, csak berontott, hogy na itt vagyok, adjátok a pénzt, vagy hogyha nem, akkor elmegyek és alapítok saját lemezkiadót. Szóval a szakma egyrészt ezért sem fogadta őt be, másrészt egy kicsit irigyek is voltak az ő sikereire, harmadrészt pedig azért, mert zenészek és producerek tömkelege mondja azt és gondolja azt, hogy Jimmy számai csak egy bizonyos rétegnek szólnak. Nagyon gicsesek, egyszerűek, színvonalatlanok, és az ő számai csak arra jók, hogy hétvégén lejátsszák azokat egy zenei tévi csatornán, tapsoló és egyben könnyező középkorú hölgyeknek. Hát bármennyire is nem vagyok egy nagy Zámbó Jimmy rajongó, attól még vitatkoznom kell azzal az állítással, ami szerint a Jimmy dalok azok csak a középkorú hölgyek hallgatóságának készültek. Hát pont azért lettek akkoriban szerintem ilyen híresek Jimmy számai, mert szinte minden korosztályt meg tudtak szólítani. A gyerekektől kezdve egészen a szépkorúakig. Egyszerű és jól érthető, és igaz, hogy klisés szövegek, de egyes esetekben szerintem a jól érthetőség és az egyszerűség is tud fegyver lenni. Legalábbis akkoriban ez egy nagy fegyvere volt szerintem a Zámbó lemezeknek. És a fegyver szót most nem hiába hallottátok. Sokan nem tudják, de Zámbó Imre Amerikában is szerencsét próbált. Amerikában tetszett meg neki az Imi angolos változata, ami a Jimmy, ezért amikor hazajött, ő maga mondta azt, hogy az ő neve mától nem Imi, hanem Jimmy, és legyenek olyan kedvesek őt ezentúl így is szólítani. Azt, hogy miért nem jött össze neki az amerikai álom, erről mindenki máshogy vélekedik. Maga Jimmy azt mondta, hogy amúgy több 100 milliót ajánlottak neki, meg hogyha akart volna, akkor ott is világsztár lett volna, de alá kellett volna írnia valamilyen szerződést, amelyben az volt, hogy neki oda kellene költözni a családjával, és ő ezt nem akarta. Megtehette volna, de neki nincs kedve Amerikában élni. Ha elhisszük, akkor elhisszük, de egy ilyen ajánlatot nincs olyan zenész, aki ezt visszautasította volna. Még akkor sem, hogyha az áltozatokkal jár. És egyébként ezt nehéz is elképzelni Jimmyről, hisz mindig is az volt az álma, hogy világsztár legyen. Sőt, amikor megkérdezték tőle, hogy miért is ment Amerikába, akkor azt mondta, hogy hát mi másért, hát a pénzért. Nehezen hihetjük el azt, hogy amikor kap egy ilyen lehetőséget Amerikában, akkor ő lemond róla, mert neki nincs hozzá kedve. Hát nehezen elképzelhető, de így több mint 20 év után valóban nem tudhatjuk a gondolatait. Egy másik vélemény szerint, a másik oldal szerint viszont azért nem jött össze a külföldi karrier Jimmynek, mert az ő személyisége az külföldön sem mutatta meg az új oldalát. Amerikában sem lett ő szerényebb, ő Amerikában is úgy gondolta, hogy ő a világ egyik legjobbja. Sőt, keringenek olyan pletykák is, hogy Jimmy Amerikában amúgy kiadott egy lemezt, ami ráadásul egy aranylemez volt, azonban ez nem igaz. Hiába ír róla a Wikipédia, és gondolják azt sokan, hogy neki külföldön is hatalmas nagy sikere volt, ez sajnos nem így van. A Wikipédián kívül sehol máshol nem írnak Jimmy amerikai lemezeiről, szóval véleményem szerint Zámbó Imre azért jött haza Magyarországra, mert egyedül itt szerették csak őt igazán. Itt szerették csak igazán az ő zenéit, és egyedül itt volt eladható. És persze még az is közrejátszott, hogy nem tudott angolul. Ezt a hozzá közel állók ismerték be. Jimmy csak azt mutatta, és azt éreztette mindenkivel, és ezért is énekelt angolul, hogy azt mutassa, hogy ő tud angolul, de ez nem így volt. Beszéljünk a 4,5-ről. Arról a bizonyos 4,5 oktávról, amelyet Zámbó Imre ki tudott énekelni. Én nem szeretném megkérdőjelezni Jimmy tehetségét, mert amit a Füstös Éjszaka Blues című számában produkál, az tényleg kiemelkedő, nyugodtan hallgassátok meg, tényleg valami elképesztő, hogy milyen könnyedén és tisztán használja a hangterjedelmét. Én hiába jártam 7 évig zeneiskolába, attól még nekem szerintem nincs egy jó hallásom, szóval én nem tudom megállapítani Jimmy valódi oktáv kieneklő tehetségét. Én csak azt akarom mondani, hogy nem mindenki ért egyet Jimmy hangterjedelmével. Vannak szakmabeliek, akik szerint Jimmy korán sem tudott kiénekelni 4,5 oktávot. Nem tudom, hogy ezt ők csak irigységből vagy gyűlöletből mondják-e, minden esetre szerintem érdekesek az ellenoldal érvei. Azt mondják, hogy amikor Jimmy a tévében egy zongoránál ülve bemutatta és bizonyította a saját tehetségét a nézőknek, amikor a tévében bemutatta, hogy figyeljetek emberek, én tényleg ki tudok énekelni 4,5 oktávot, akkor voltak olyan szakmabeliek a tévé előtt, akik nevetve törtek ki örömükben, és nem hitték el, hogy Jimmy ennyire átveri az embereket. Szerintük Jimmynek az volt ebben a tévéműsorban az oktávváltás, amikor ugyanazt a hangot kiadta vékony, majd rekettes hangon. Magyarul ugyanazt a hangot adta ki, csak máshogy képezte. Így az eredmény 1, nem pedig 2, amit ő próbált elhitetni a nézőkkel.
De igen, a hitelesség kedvéért a legtöbben tényleg úgy gondolják, hogy ki tudta énekelni a 4,5 oktávot, bár azt vettem észre, és ez szerintem hihetetlen, hogy még mind a mai napig nincs egyértelmű válasz ebben a kérdésben. Ebben az egyszerű kérdésben. Ez hihetetlen. Zámbó Imre és a fegyver kapcsolata az, hát hogy is mondjam, nagyon szoros volt, és ezt értelmezhetjük szó szerint is. Ugyanis minden fellépésén egy pisztoly volt a nadrág szíjába szorítva. És sokan lehet, hogy azt hiszitek most, hogy ez most túlzás, de a hozzá közelállók szerint ez tényleg így is volt. A Berettája, ami egy olasz fegyver, szinte minden fellépésén ott volt vele. És igen, volt, hogy elővette és fenyegetőzött is vele. Az egyik leghíresebb ilyen történet, hogy nem bírta elfogadni, hogy Pataki Attila miskolciként a saját városában Miskolcon szeretne az utolsó fellépő lenni, hogy így zárja le az estét, miskolciként a miskolciaknak utoljára. Ez Jimmynek nem igazán tetszett, nehogy már Pataki legyen az utolsó fellépő Miskolcon, amikor én milliószor jobban éneklek nála, ezért az öltözőben elvileg indulatból ráfogta a fegyvert. És egyszerűen ezt nehezen tudom elképzelni, de az elmondások szerint ez tényleg így is volt, hogy amikor lement a Gávölgyi János Zámbó Jimmy paródiája a tévében, akkor másnap Imre fegyverrel a kezében besétált az RTL székházába, az RTL igazgatójához, lerakta a fegyverét az asztalra, és azt mondta, hogy hol van az a Gávölgyi? Én most agyonlövöm, az biztos. És ez a fajta temperamentum, ez jellemző volt az ő egész életére. Nem bírta azt, hogyha valami máshogy történik, mert ő azt nem így tervezte. Egy burokban tartotta magát, ami szép és csodálatos, és egyszerűen, hogyha szembesült a valósággal, azt nem tudta az indulataink kívül máshogy kezelni. Mennyire sokat mondó az, hogy nem merték neki elmondani, hogy a műsorának vége, és leveszik a képernyőről. Mert féltek attól, és ismerték annyira Jimmyt, hogy ettől a hírtől, ha ezt ő megtudja, akkor valaki sérülni fog. Vagy az, aki közli vele a rossz hírt, vagy az, aki majd otthon találkozik vele. Nyílt titok, hogy Jimmynek igenis eljárt a keze. Az egyik szomszéd például szem és fültanúja volt annak, hogy hát úgy is mondjam, eljárt a keze a feleségével szemben. Elég gyakran. 2001. január 1-ének estéje. Az Zámbó család, Zámbó Imre, felesége Zámbó Edit, és a család egyik jó barátja Hulé Éva, az utó szilvesztert ünnepelték a Szent László utca 59-ben. Rajtuk kívül csak Jimmy egyik kisfia Adrián tartózkodott a házban, aki a földszinten aludt, miközben a Zámbó család az emeleten ünnepelte az új évet. Jimmy az új év örömére elvileg legúrít 2,5 üveg pezsgőt, a felesége szerint csak 1 üveg pezsgőt, még ebben sincs egyetértés. Majd, és mivel már hajnali 5 óra van, egyszer csak elkezd kukorékolni a szomszéd egyik kakasa. Erre Jimmy annyira begurul, hogy megjegyzi, hogy egyszer Isten bizony lelövi azt a rohadt kakast a szomszédban. Majd ebből adódóan valahogy a fegyverekre terülődik a szó, és a fejébe veszi, hogy lő párat az ablakból a felesége gázpisztolyával. Azért, hogy megmutassa Hulé Évának, a család egyik barátjának, hogy milyen nagyot szól egy gázpisztoly. Meg is teszi. Hát én nem csodálkozom, hogy voltak olyanok, akik elköltöztek az utcából, mert azért, ha arra kell a gyermeked hajnali 5 órakor, hogy valaki lövöldözik az utcában, az bárhonnan is nézzük, ez nem egy kellemes emlék. Majd ezek után Jimmy a fejébe veszi, hogy hát ez így nem buli. Ne csak riasztóval lőjünk már, hozom a kis berettámat, azzal is durrantok egyet az ablakból. Mert az még nagyobbat szól. És ez így is lett, az éles fegyverrel is lő egyet az ablakból. Felesége Edith és barátja Éva ekkor már tényleg győzködni kezdik, hogy Jimmy, kérlek, az Isten szerelmére ragd már el azt a fegyvert, ez nem vicc. Amire ő úgy válaszol, hogy nyugi, nézzétek, kiveszem a tárat, ez nem veszélyes. Kiürítette a tárat, látta, hogy egy töltény a földre esik, és abban a tudatban, hogy már biztos, hogy nincs a fegyverben egy golyó sem, a fejéhez emelte a berettáját azért, hogy megmutassa és szemléltesse, hogy már nincs benne egy golyó sem, és így tár nélkül ez egy kicsit sem veszélyes, és ekkor húzta meg a ravaszt. Legalábbis ez a hivatalos álláspont. Baleset történt. Ezek szerint igen, baleset történt, viszont vannak olyan furcsaságok a történetben, amelyek nem erre sugallnak.
Először is a legfurcsább az egészben, hogy a Jimmy aktát az 25 évre titkosították. Hát miért kellett titkosítani egy olyan aktát, amiben minden egyértelmű, és csupán egy baleset történt? Hát ha most még nem is, de majd 2026-ban kiderül, hogy miért. Minden esetre szerintem az ügy titkosítása az sokat elmond az aznap este történtekről. Jimmy mindig azt hangoztatta, hogy ő mennyire ért a fegyverekhez. Bár azt azért hozzá kell tenni, hogy szerinte ő mindenhez is értett, de az tagadhatatlan, hogy volt egy fegyverviselési engedélye. Azért kapta meg, hogy Starként biztosítsa önmaga és a családja védelmét. Jimmy testvére, Zambó Árpád, szerinte a testvére soha nem hordta magánál a fegyvert, és azt kizárólag otthon, lakat mögött tartotta. Csak a halála estén vette elő, és azért történt a baleset, mert soha nem használta, és ezért nem tudta használni. Viszont, mint azt az elfogulatlan véleményekből tudjuk, Jimmy nem csak otthon egy zárt vitrinben tartotta a fegyverét, nyugodt szívvel hordta magával a fellépésekre, sőt volt, hogy a szomszédait, a zenésztársait is fenyegette, és mint azt mondtam korábban az RTL igazgatójához is, fegyverrel a kezében ment be. Persze mondhatjuk azt, hogy Jimmy nem értett a fegyverekhez, meg biztos, hogy azon az estén több alkohol is lecsúszott a kelleténél, de egy bizonyos szinten kellett, hogy értsen a fegyverekhez. És ha már valaki csak egy bizonyos szinten is ért hozzá, akkor is tudnia kell, hogy ezzel nem viccelődünk. De Jimmy nem az az ember volt. És ezt ez a kép is bizonyítja. Úgy élt, mintha minden napja az utolsó lenne. És mondták neki, hogy Imre, ezzel ne viccelődj, mert előbb-utóbb ennek nagyon rossz vége lesz. De nem hallgatott senkire. Jimmy balkezes volt. Viszont a helyszínelők szerint a lövés az jobb oldalról érte őt. És ez a két dolog, ez sehogy sem fér össze. Viszont ezt a balkezes történetet csak azok találták ki, akik szeretnének hinni abban, hogy idegenkezűség történt. Azok találták ki, akik egyszerűen nem tudják elhinni, nem fér össze a fejükben az a két szó, hogy a király is az öngyilkosság. Bár most se öngyilkosságról van szó, hanem balesetről, de maradjunk annyiban, hogy Jimmy jobbkezes volt. Ezt a családja is megerősítette, és nem kell hinnünk az elfogó családtagoknak, nézzük csak meg a róla készült képeket, a mikrofont mindig a jobb kezében tartja. Sőt, itt van ez a kép is, ez is mutatja, hogy Jimmy jobbkezes volt. Elvileg a szomszédok azon a bizonyos estén láttuk egy férfi távozni a házból. De ezt később a nyomozás alatt hivatalosan senki nem erősítette meg. Mármint úgy értem, hogy a nyomozáskor, amikor a rendőrök végigjárták a házakat és a szomszédokat, egy szomszéd sem volt, aki ezt hivatalosan is elmondta volna nekik. Azt is pletykálják, hogy Vágó Imréné, ezredes asszony, aki a család egyik jó barátja volt, ő ért ki elsőnek a helyszínre, és senkit nem engedett be a házba. Egyesek szerint azért, hogy egy kicsit átrendezze a baleset körülményeit. Ezzel a pletykával is csak az a baj, hogy a dokumentumok ezt nem igazolják. Akik először bementek, azok a mentősök voltak, majd utánuk érkeztek a Csepeli rendőrkapitányság járőrei, akik biztosították a helyszínt, majd utánuk érkeztek a BRFK-sok, utánuk 5 perccel a fegyverszakértő, és az ezredes asszony, Vágó Imréné, ő csak utánuk jött, amikor már szinte nagyban folyt a nyomozás a házban. Legalábbis a dokumentumok percről percre ezt igazolják. Aki viszont a legfurcsább a történetben, és amelyben én látok egy pici esélyt az igazság megfejtésére, az Hullé Éva vallomása. Azért a Hullé Évái, aki aznap este szintén ott volt az ámbóházban, ő sajnos már nincs az élők sorában, de ő folyton megváltoztatta a vallomását. Először azt mondta, hogy a szobában volt, majd azt, hogy ő a lépcsőn volt, és már csak hallotta a lövést. Jimmy felesége szerint pedig mindketten az ajtóban álltak, szóval valaki hazudik. Majd később Hullé Éva azt mondta, hogy ő tudja az igazságot. És csak azért nem mondja el, mert nem akarja, hogy a gyerekek anya nélkül nőjenek fel. A mentősöket a család barátja Hullé Éva várta a kapuban, ő kísérte be őket a házba, de az emeletre már nem ment velük. Az emeleten Jimmy felesége várta a mentősöket, és azt mondta, hogy ő fordította oldalra a férjét azért, hogy ne csúszson hátra a nyelve, ugyanis a ravasz meghúzása után Jimmy a hátára esett. Viszont az ápolók szerint Jimmynek a lövés után nem a hátára, hanem előre kellett volna zuhannia. Valamint a mentősök még azt is furcsálták, hogy az ablakok azok nem voltak tárva nyitva, mint az a történetben is szerepel. Vagyis Jimmy miután az utca felé lövöldözött kettőt a gázpisztollyal egyet a Berettával, ezután szépen bezárta az ablakot, elhúzta a függönyt és leadta a negyedik lövést. Valamint a mentősök szerint a szobában csak a Beretta volt, ők nem láttak semmiféle gázpisztolyt. Nem szeretnék én nyomozósdit játszani, ezért én inkább csak azt mondom, hogy van még 3 év, mire feloldják a Jimmy aktákat, addig is csak találgathatunk.
bár az én véleményem az az, hogyha belenézünk majd azokba az iratokba 2026-ban, akkor sem fogunk megtudni semmi többet, mint ahogy az a lezárt ügyeknél lenni szokott. Nagy százalékban soha nem derül ki semmi új. De remélem, hogy a Jimmy aktákkal lesz 3 év múlva, teljesen máshogy lesz. Én úgy gondolom, és azok alapján, amit róla olvastam, én úgy gondolom, hogy ő azért volt ilyen, mert valakinek nagyon bizonyítani akart. Nem tudom, hogy magának-e, vagy a szüleinek, de mindig kompenzálni akart. Ezért is hívta magát királynak, azt szerette, ha őt szerették. És ha valaki őt nem szerette, azt nem is tudta kezelni. Vágyott a figyelemre, vágyott arra, hogy ő legyen mindennek a közepe, és amikor az nem jött össze, akkor képes volt törni-zúzni. És sajnos nem csak tárgyakat. Azért mondta azt, hogy tud angolul, és azért mondta azt, hogy karriert ajánlottak neki Amerikában, hogy kiváltson vele valamit. Mégpedig azt, hogy nézzétek, mi mindent elértem, kérlek titeket, szeressetek. A tapasztalataim szerint, és találkoztam már nem egy-két ilyen emberrel, akik szintén ugyanilyenek voltak, bátogatták a nőket, mindenkinél mindent jobban tudtak, nem bírták a kudarcot. Az ilyen emberek általában, és mondom általában, nem kaptak elég szeretetet a gyerekkorukban. Nem mondom, hogy most ez Jimmyre is igaz, mert Jimmel lehet, hogy egy szerető család vette őt körbe, mert vannak olyan emberek is, akiknek a szeretetből soha, de soha nem elég. És falják ezt az érzést. És mindent megtesznek azért, hogy újra megérezhessék, hogy milyen szeretve lenni, és szerintem Jimmy is ilyen volt. Én bevallom őszintén, nem szimpatizálok az ő személyével. A zenéjével egy picit talán, de az se az én stílusom, de mint énekes, én teljes mértékben elismerem. Én csak amivel nem szimpatizálok vele szemben, az az ő személyisége. Nagyon egy agresszív ember volt, biztos nehéz lehetett vele a mindennapokban élni, és egy olyan embert, aki fegyverekkel és a testőreivel kopogtatta a szomszédai ajtaján, egy ilyen ember előtt én nem tudok meghajolni. És szerintem csak azzal, ha ő máshogy viselkedett volna a körülötte lévőkkel, akkor teljesen más lett volna az ő megítélése. Csak meg kellett volna értenie, hogy a tehetsége olyan nagy és olyan kimagasló, hogy nem kell ehhez az a kijelentés, hogy öcsém, tudod, hogy én vagyok a király. Ezt anélkül, hogy ő ezt elmondta volna, így is mindenki tudta. És mind a mai napig, míg az őt gyűlölők is tudják ezt a tényt, hogy a tehetsége az vitathatatlan volt. Csak ő ezt nem értette meg. Azzal lett ellenszenves Jimmy személye a nép szemében, hogy a tehetségét nem a szerénységgel, hanem a beképzeltséggel társította. Ha megértette volna azt, hogy ő már így is úgy is a csúcsra ért, akkor szerintem teljesen máshogy alakult volna az ő élete. De itt jön megint a képbe az, hogy szerintem ő cipelt valamit a hátán. Nem tudom pontosan, hogy mit lehetséges, hogy valamilyen gyerekkori traumát, szeretett hiányt, és az megpecsételte, végleg megpecsételte az ő személyiségét és az ő karrierjét. Mert ezen az érzésen nem tudott változtatni. Vicces, de valójában soha nem tudta felfogni, hogy ő jó. Hiába mondogatta azt, hogy én vagyok a legjobb, én vagyok a király, legbelül ezt sosem tudta. Mert akkor nem szerette volna magát hazugságokkal fejebb tornászni a társadalmi létrán. Bőven lehetne még beszélnem magának a Jimmy kultusz kialakulásának a miértjéről, de szerintem ez nem szorul különösen magyarázatra. Amikor Jimmy elkezdett énekelni, bárhol is legyen, arra mindenki felfigyelt. Ennyi. Igen, nem volt egy követendő példa, legalábbis ami a hétköznapi személyiségét illeti, de ezt vagy el tudjuk különíteni az ő musicalitásától, vagy összefésüljük a kettőt. Minden esetre én félig értem, hogy miért volt ő olyan, amilyen, és miért viselkedett úgy, ahogy. És azért csak félig, ugye, mert a pontos okát azt ugye nem ismerjük, de sejthető az, hogy mi járt a fejében. Még annyit szeretnék mondani így a videó végén, hogy nagyon nehéz olvasni Jimmy életéről, nagyon nehéz kiigazodni arról, hogy mi ekkor vagy akkor mi is történt valójában, mert mindenki mást mond, mindenkinek a szíve húz valamelyik oldalra. Az Ámbó család érthetően nem mond semmi rosszat róla, ez érthető, de akik tudnának valamit mondani, ők vagy már nincsenek az élők sorában, vagy nem mondanak semmit. Javítsatok ki, hogyha tévedek, de én úgy tudom, hogy Jimmynek köze volt az alvilág egyes embereihez is, és azért is furcsa, hogy még így 20 év után is olyan, legalábbis nekem teljesen olyan érzésem van, mint hogyha
az emberek azért nem beszélnének Jimmyről, legalábbis akik ismerték, mert olyan, mintha még mindig tartanának az Ámbó családtól. Az Ámbó család nyilatkozatai is nagyon furcsák, nem is tudom, pár hete nyilatkozta azt valamelyik családtag, hogy az a sorozata, ugye, ami most készült, a Király című sorozat, az tele van hazugságokkal, és semmi nem igaz belőle. Mindezt úgy, hogy amúgy a forgatókönyvet azt a család átnézte, sőt, ki is szedtek belőle valamit, szóval ők tudták, hogy miről fog szólni ez a sorozat, mégis azt mondják, hogy ez kész hazugság. Maradjunk annyiban, hogy még így 20 év után is nem keveset van cenzúrázva Jimmy élete, és ez persze hozzájárul a Jimmy kultusz növekedéséhez, és persze az emberek téves képéhez vele szemben. Köszönöm szépen a figyelmeteket, köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Írjátok meg odalent a kommentekben esetleg, hogyha van közöttetek olyan, aki személyesen is találkozott már vele, vagy ismerte őt ne talán, akkor ő hogy látta az ő személyét, és jöhet jó is, és rossz is bele kapcsolatban. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti hogy láttátok az ő személyét közelebbről. Írjátok meg odalent a kommentekben. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmet, találkozunk legközelebb, addig is sziasztok!